A Koszkadó a nézőit, én Zita. Én meg Matyi vagyok. És a mai régiszettek bemutatóban a Lego Star Wars 75-135 Obi-Wan Kenobi Jedi elfogó vadászát fogjuk bemutatni. A szettről érdemes tudni, hogy 2016 szilveszterén jött ki, 215 darabot tartalmaz, a régi árán kb. 10.000 forintért lehetett megvásárolni, és mostani áron a árukereső szerint kb. 18.000 forintért lehet beszerezni egy boltban. Kettő darab minifigurát tartalmaz a set, Obi-Wan Kenobit és R4-t. Kezdjük is az építést! Akkor készen is lennénk az építéssel, és kezdjük is a bemutatót. Az első minifiguránk, minifigura idézőjelben, R4P17, és ő egy full vörös R2D2, de ugyanúgy néz ki. Illetve a második minifiguránk egy epizód 3 elejé köpeny nélküli Obi-Wan, akinél valamiért sikerült még a Legónak nem egy összeégett ruhát adnia, mint a 2020-as Grievous hajójánál. Látszik is a fején, hogy még rajta van ez a pilóta beszélgetés, és itt feje van egy ilyen morcibb, illetve egy ilyen idegesebb, illetve a jellegzetes fénykardja. És maga a hajó. Hajó, mint a 2020-as Anakin hajója, csak ez az Obi-Wan változat, amiből eddig kettő készült, ha jól tudom, és a ezelőtti az 2005-ös volt, de ne idézzetek el miatt. Szóval ugyanúgy fel lehet nyitni a főbb pilótaülést, és ennek a hajónak, mivel nincsen fénykartartója, ezért csak be kell ültetni Obi-Want, és hogy a kezében elférjen a fénykard, ezért odaadjuk a másik kezébe, hogy megfogja, lenyomjuk, így, illetve a lyuk R4-nak itt van. A hajón lehet látni, hogy sok a matrica. De nem mindegyik az. Maga hasonlóképpen, mint az Anakin ETA 2-esénél, a Obi-Wannak is a pilóta fülke darabja nyomtatva van. De viszont a kis 1x1-es stud az nyomtatva van itt, legalább itt. De az Anakinnál meg matricázva. Well done, Lego. Mindegyik ilyen kihajtató szárnya matricás, külsejük és a belsejük is, illetve ez a kis plac, ennek a görbének a hátulja, illetve ennek a laposnak az eleje. Ahogy előbb mutattam, a szárnyakat ki lehet nyitni mindkét oldalon, hogy támadó pozícióba rakjuk a hajót. Illetve a hajó alján található a két darab rugós kilövő, amit lenyomva ki tudjuk őket lőni. A hajó elején található a két főbb ágyú és a két oldalsó ágyú. Így néz ki a hajó alja. Tudom, nagyon gyönyörű. Mielőtt még megkérdeznétek, ez a két piros cucc azért van itt, hogy ne lehessen jobban ennél behajtani a szárnyakat, mármint a oldalsó szárnyakat, nem a kis szárnyakat, hogy meglegyen a hajónak a jellegzetes alakja, és ne
így nézzen ki, mint egy lapos. Ezen felül látható itt kettő darab ilyen korong, ami arra szolgál, hogy a hajó lerakásakor megtartsa a szárnyakat. És a két hajtómű az Anakinéval ellentétesen a stados része van hátrafelé. Tehát az Anakin hajóján nem úgy van a teteje, hogy ezt így le lehet húzni, hanem fordítva. Tehát, hogy Anakin hajóján így van, és ez tartja meg. Ez így, itt megfordítva. Ami szerintem sokkal jobb, mert így le lehet húzni a tetejét. Anakin nem lehet húzni? Nem. Ott külön le kell operálni. Az olyan fos. Egy kicsi baj van még ezzel, hogy... Várja. Könnyen le tud esni. Igazából ennyi lenne. Pontyok. Pontyok. Úsznak a vízben. Hát, szerintem ez 10/10 szett. Úgy ahogy van, nem kell itt külön pontozni. Jobb, mint az Anakin. Szerintem jobb, mint az Anakiné. Tehát... Azzal van egy problémám. Kettő közül, hogyha még lehetne, mindkettőt lehetne kapni boltban, én simán ezt választanám. Sokkal jobb, szerintem. Ennyi lenne a videó. Köszönöm szépen a figyelmet, következő videóban találkozunk. Ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni. Sziasztok!